Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Minden szentek és halottak napja, fényárban úsznak Tolnem megye temetői. Örtűzgyújtás, Székelyföld autonómiájáért gyújtak a lángok. 35 éve őrzik a hagyományokat, évtizedes sikereket ünnepeltek a bonyhádi táncosok. Évforduló, 25 év az idegen nyelv tanításáért. Országszerte gyertyafénybe borultak a temetők, minden szentek és halottak napja alkalmával. A legtöbb család útra kell, hogy ellátogassanak a sírkertekbe. Vannak, akik több száz kilométert is hajlandóak ilyenkor utazni. Virágokkal, mécsesekkel mentek az elhunytak hozzátartozói a temetőkbe minden szentek napján. A sírkertek üzemeltetői ezekben a napokban hosszított nyitvatartással készülnek. Vannak, akik rendszeresen, akár hetente többször is kilátogatnak ide. Hetente, mert a lányomat is, meg a vőmet is eltemettem 34 éves korukba. Ilyenkor kettőbe. Az egyik az itt Dombóváron, a másik pedig Csurgon. Tegnap ott voltunk. Kettőbe ugye a szüleimhez, meg a feleségem szüleihez látogatunk el. Hát azt gondolom, hogy ilyenkor nem csak megemlékezünk, hanem egy picit így, kicsit így az örökké valóságra gondolunk, tehát a temető az, azt gondolom, hogy nem itt vannak, akik el vannak temetve, hanem úgy gondolom, hogy valami egészen más út, egy sokkal talán jobb és érhetőbb, szebb helyen, mint ahol most vagyunk. Az elmúlt és a következő napokban Tolna megye valamennyi temetője fényárban úszik esténként. Tolnán is rengetegen vittek ki virágokat, koszorúkat, gyertyákat és mécseseket a nyughelyekhez. Kakasdon szintén ünnepi fények borították be a sírkertek környékét már hétfőn este is. A szekszárdi sírkerteket is felkeresik ilyenkor a távolabbról érkezett rokonok, barátok. Kakasdiak vagyunk, itt ide is jövünk, mert itt is van közeli hozzátartozónk. A következő napokban Tolna megye köztemetőit több százezren keresik fel, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Drágulnak a temetések januártól. A gázárak megugrása miatt a hamvasztó üzemek határoztak az áramelésről, melynek mértéke még kérdéses. Szakértők szerint a temetkezési vállalkozások régóta stabil, évente 30 milliárd forint körüli együttes forgalma a legfeljebb a drágulások miatt emelkedhet. A temetések száma ugyanis visszaesett, mivel a pandémia enyhülésével kevesebben haltak meg, mint tavaly. A koronavírus járvány előtt körülbelül 130 ezres temetés volt egy évben, legfeljebb néhány százalékos eltéréssel idén is körülbelül ennyi lehet az év végéig. Az árfolyam hatásokra a piac kevésbé érzékeny, a temetéshez szükséges kellékek zöme ugyanis belföldön készül, a koporsókból exportra is kerül, behozatal inkább az urnákra jellemző. 11 fiókját zárja be a posta Tolna megyében energiatakarékossági megfontolásból november 12-től. A változások Szekszárdot, Bonyhádot, Dombóvárt, Tolnát, Aparhantot, Felsőnánát, Lengyelt és Medinát érintik. Csak a tolnai megyeszékhelyen két kis fiók nem nyit ki a hónap közepétől bizonytalan ideig. Az állami cég azt ígéri, hogy az ott dolgozók más telephelyen folytathatják a munkát, és hogy néhány hónap múlva újra kinyitnak majd. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Magyar Posta sajtószolgálatát, ők viszont egyelőre nem válaszoltak. A Székely Autonómia napja alkalmából Erdélyszerte, de Magyarországon és Felvidéken is mintegy 80 helyszínen gyújtottak örtüzeket. Kakasdon a helyi önkormányzat és a Székely Szövetség közös rendezvényén gyulladtak fel a lángok. Süli János országgyűlési képviselő beszédében azt emelte ki, az Európai Unió eddig nem foglalkozott Székelyföld autonómiájának ügyével, de elérkezett az idő arra, hogy az ügyben komoly előrelépések történjenek. óta, október utolsó vasárnapja, a Székely Autonómia napja, melynek keretében Kakasdon a helyi önkormányzat és a Székely Nemzeti Tanács közös rendezvényeként gyújtottak mágiát. Ez a nap minden évben lehetőséget kínál arra, hogy a székely nép kiálljon
és a külvilág felé kinyilvánítsa a belső önrendelkezés iránti folytatólagos igényét. Süli János országgyűlési képviselő azt mondta, az Európai Unió nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de eljött az idő, hogy ez a kérdés is napirendre kerüljön. A magyar nép egyébként sose nem terror cselekményekkel, nem tiltakozással akarta visszaszerezni az autonómiáját, hanem békés módon, aláírásgyűjtéssel, őrtüzekkel, szolidaritással. Ezt eddig nem méltányolta Európa, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb nem kerülhető meg. A Magyarországon és az Erdélyben élő székelység számára egyformán fontos az autonómia gondolata, ezért szervezi meg a Székely Szövetség minden esztendőben a tűzgyújtást. Úgy gondolom, hogy egyre többen csatlakoznak, vagyis legalább próbálják ezt megtartani, és főleg mi, akik Erdélyből elszármazottak vagyunk anyaország területén, próbáljuk egyre nagyobb szélességbe ezt minél több emberhez elvinni, megmutatni, hogy mennyire fontos az összetartozás, összefogás, egy vérből vagyunk. Selné Simcsik Orsolya Kakast polgármestere azt emelte ki, a településen jelentős számban élnek székelyek, akik számára fontos a kapcsolat azzal a vidékkel, ahonnan az őseik ide telepedtek. Fontosnak tartjuk, hogy székelység fönnmaradjon. Bízom benne, és hiszem, hogy ez igenis meg lesz, hiszen több száz éves hagyománya van, és itt Kakasdon is fontos például a székely hagyományőrzés. A székely népdalok, az énekek, a meséknek a felelevenítése az utókor számára, továbbadása. Támogatjuk ezt a kezdeményezést tiszta szívünkkel. A Székely Autonómia Napja alkalmából a Kárpát-medence területén mintegy 80 helyszínen gyújtottak őrtüzeket. Szinte már mindenkinek ismerős a gyertyáktól világító töklámpások képe, azonban kevesen tudják, hogy ez a szokás nem a Halloween-nel érkezett hazánkba először. A tökfaragás egy eredetileg kelta szokás, melynek hazánkban is volt már hagyománya, bár az elmondható, hogy napjainkban sokkal nagyobb népszerűségnek örvend. Asztal és ajtódíszt, lámpást, denevért és még számos a Halloweenhez kapcsolódó dekorációt készítettek azok, akik ellátogattak a magházba Tolnán. Az intézményben már hagyomány, hogy az ünnep közelettével kézműves foglalkozást szerveznek a könyvtárral együttműködve, ilyenkor akár be is öltözhetnek a résztvevők. Manapság már szinte mindenkinek ismerős a gyertyáktól világító töklámpások képe. Beöltöznek, elmennek a temetőbe, meg így bepognak az ajtón, és akkor csokit vagy csalunk, és akkor így adnak. Azonban mégis kevesen tudják, hogy a szokás eredetileg nem az amerikai Halloween hagyományával érkezett hazánkba. Szakemberek szerint a tőkfaragás egy ősi kelta tradíció. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltöznek az élőkbe, az emberek félelmükben beöltöztek különböző álcázó jelmezekbe, így akarták becsapni és összezavarni a szellemeket. A faluhelyen azért élnek halottak napja előtti hagyományok és ilyen gonosz üzési hagyományok, de ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert hogy ugye Halloween, mint olyan, az angol száz hagyomány. Mi szeretnénk ezt némileg népszerűsíteni. Bár a szakértők csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, úgy vélik, hogy hasonló eszközként szolgált az ijesztő töklámpás, mint a busó állarc. Az ellenség eltántorítására, előzésére használták. Minden esetre manapság a gyerekek közkedvelt díszelet, és csak nem az ország szinte minden pontján tartanak az ünnephez fűződő programokat. Elszökött egy birtokról, majd elpusztult egy Bennett kenguru Szekszárdon. A 6 éves állat nagyjából egy hete lógott meg a decsihegyi ingatlanról. A gazdái azóta keresték, végül a hosszú hétvégén találták meg a tetemét egy erdős területen. Az állat egyszer már évekkel ezelőtt kisurrant a birtokról, akkor viszont még szerencsésen hazaért. A Bennett kenguruk tartása egyébként nem engedélyhez kötött, ezek az egzotikus emlősök nagyjából olyan fejlettségű aggyal rendelkeznek, mint egy vadnyúl.
Általános iskolás gyerekeknek tartottak bűnmegelőzési előadásokat rendőrök Tengelicen. Délelőtt az alsósok programjában az egyedül otthon és az idegenekkel való kommunikáció volt a téma. A felső tagozatos tanulóknak a bulizás, szórakozás, valamint a drogok, alkohol, kábítószer használatáról, annak káros hatásairól beszéltek. A délután pedig a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos ismeretekről szólt. Volt elméleti előadás, ahol a gyalogos és kerékpáros közlekedés volt a téma. Megismerkedtek a gyerekek a kötelező tartozékokkal, kerékpáros kressz ismereteket szereztek, majd egy játékos közlekedési vetélkedőn bizonyíthatta Kiki, hogy mit tanult meg. A gyors és hibátlan megoldók kerékpáros szilikonlámpákat és rendőrségi kártyajátékokat kaptak ajándékba. Különleges évfordulót ünnepeltek a Bonyhádi Kránclány Néptánc Együttes tagjai hétvégén. A hagyományőrző csoport ugyanis 3,5 évtizede alakult meg. ...1987-ben, 35 évvel ezelőtt alakult meg a Bonyhádi Kránclány Néptánc Egyesület. Az első fellépők az egykori kéttannyelvű iskola növendékei közül kerültek ki. A közösség évről évre fiatalodó tagjai azóta is folyamatosan hétről hétre próbálnak. Most pedig gálaműsorral köszöntötték az elmúlt 3,5 évtizedet. A csoport vezetője 32 esztendőt töltött a fiatalok tanításával. Az eltelt 35 évben rengeteg fellépésünk volt, nagyon sok díjat nyertünk, fesztiváldíjakat, gáladíjakat, különböző országokban jártunk, Európa több országát bejártuk már, legutóbb ezen a nyáron 4 országban is voltunk, a legszebb az a svájci utunk volt. A Kránclány Néptánc Egyesület Bonyhád egyik legaktívabb civil közössége. A táncosok folyamatosan készülnek a fellépéseikre, úgy, mint ahogyan tették a mostani gálaműsor esetében is. Az iskolában, ahol dolgozom, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában, a magyarországi németek hagyományos néptáncait tanítjuk a gyerekeknek, és természetesen modern táncokra is jut idő, amiket a gyerekek jobban élveznek, mondja a Kránclány táncosok egyik pedagógusa. A mostani gála műsoron részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Bonyhád térségének országgyűlési képviselője is. Ő ünnepi köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a helyi hagyományőrzők élő kapcsolatot alakítottak ki más településekkel, sőt határon túli közösségek táncosaival is. Ha látjuk azt, hogy nem csak a polgármesterek között működik a testvérvárosi kapcsolat, hanem az egyesületek között, a civil társadalom között, az intézmények között, és sokszor, és leginkább az a jó, hogy a gyerekek, fiatalok között is. A bonyhádi kránclányosok célja, hogy legalább még egyszer ennyi ideig élő közösségként működjenek. Története legsikeresebb diákolimpiáján van túl a Bátaszék Ese karate szakosztálya. A 7 aranyérem, az 5 ezüstérem és a 3 bronzérem mellé 2 ötödik helyezést is elértek a Tolna megyeiek. A Sziget-Szentmiklósi városi sportcsarnokban megrendezett diákolimpiai versengésen összesen 15 éremmel a nyakukban utazhattak haza. A fiatalok 50 egyesület több mint 500 versenyzője között mérették meg magukat. 25 esztendeje kezdte el működését a Nyitott Világ Alapítvány annak érdekében, hogy használható nyelvtudást biztosítson a hozzájuk fordulók számára. Ez idő alatt több mint 2000 diák fordult meg a képzéseken. Számos családban már az első tanítványok gyermekei is itt szereznek nyelvvizsgát. Annak a közel 2000 hallgatónak, akik részt vettek a képzéseken és a nyári táborokban, az elmúlt 25 év alatt nem csak használható nyelvtudást, de élményeket, barátságokat és idegen kultúrák megismerésének lehetőségét is adta az alapítvány a táborokban vagy a külföldi utak során, hangzott el az ünnepségen. Tóth Lászlóné, a szervezet alapítója és elnöke arról beszélt, ma már azt mondhatja, mindaz, ami történt az elmúlt negyed században, egy beteljesült álom. Jó volt látni azt az ívet, ami úgy kialakult. Tehát akkor nekem olyan 15 éves korba kerültek az alapítványba, és tanultunk velük.
és most pedig vagy eljönnek apaként, anyaként, vagy visszaemlékeznek, és ez egy nagyon jó érzés. Tehát igen, ezek a körök úgy bezárulnak, és ez jó. A szakmai munka sikerének visszajelzése, hogy számtalan családban a felnőttek is itt szereztek a nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges tudást, és ma már gyermekeik is az alapítvány segítségével szereznek használható nyelvtudást. Ez a bizalom, ez mind a pedagógus irányába, mind emberileg azt hiszem teljesen megvolt, és meg is van a mai napig, és nagyon bízom benne, hogy a kívánt célok elérése, a német nyelvben az meg lesz a gyermekemnek, és utána nem csak a német nyelvben, hanem esetleg az angol nyelvben is ez tovább fog folytatódni itt az alapítvány keretein belül is. Tóth Lászlóné úgy értékelte, szinte semmi sem változott abban, ahogy az elmúlt időben dolgoztak, sem az elképzelésekben a nyelvtanításról, sem a képzések metodikájában. És miután ez működik, nincs is tervben az átalakítás. Regionális híreink következnek. Gyertyasor az út mellett, különleges módon emlékeznek Sásdon. Energiahatékonyság Siklóson. Felkészült a térre az önkormányzat. Gyertyasor várja a járda szélén a temetőbe látogatókat a Baranyai Sásdon. Helyektől jött az ötlet még a pandémia idején, hogy vigyenek fényt az estékbe Minden Szentek és Halottak napján. Így került ki a lángfűzér több száz méter hosszan a temető közelében az út mellé. Gyertyasorra a járda szélen a Baranyai Sásdon. Minden Szentek és Halottak napja alkalmából gyújtották meg ezeket a kis mécseseket helyi önkéntesek. Az akció 3 évvel ezelőtt indult. A Covid ideje alatt úgy gondoltuk, hogy valami fényt kellene vinni a szürke hétköznapokba, estékbe, itt a Minden Szentek ideje alatt. Sógornőmmel családi ötletből indult ez a gyertyagyújtás. És első évben még saját kis büdzsénkből, gazdaságunkból találtuk ki, vettük meg a gyertyákat, utána a következő években pedig a Sásdi Önkormányzat civil alapja támogatja a gyertyavásárlást. Ezen az útszakaszon 400 méteren keresztül húzódik a fénycsék, amihez mintegy 200 gyertyát vásárolnak évről évre. Erre a 400 méterre van elosztva ez a 200 gyertya, és akkor ezt így most csapatokba osztjuk el, ki a végéről, ki az elejéről indul, és akkor így gyújtjuk meg a gyertyákat estére. Este 5 óra, 4 óra akkor kezdjük, este 8-ig ég, mert ezek ilyen hosszantartó gyertyák, és akkor itt a temető útján, mert itt ez az út, ez a temetőhöz vezet, és akkor ez a temetőhöz vezető út mellett akkor még egy kicsit gyönyörködnek benne utazók. Figyelnek a biztonságra és nem hagyják őrizetlenül a gyertyákat, illetve este 8 órakor eloltják mindet a napi akció végeztével. Az önkéntesek elmondták, hogy ehhez hasonló gyertyagyújtást az adventi időszakban terveznek a településen. Akkor karácsonyfát raknak ki az égő gyertyákból Sásd egyik terén. Több intézkedés is életbe lépett Siklóson az energiahatékonyság növelésének érdekében. Az önkormányzat 2 lépcsőben vezette be ezeket. A spórolás jegyében többek között csökkentik a hivatali épületek kihasználtságát, de a várban is változtattak az eddigi működésben. Minden intézményre, minden felületre készült egy-egy intézkedési csomag, ami az energiahatékonyság növelését célozza Siklóson. A képviselőtestület is elfogadta a javaslatokat, így azok 2 lépcsőben, október 1-től és november 1-től léptek életbe a spórolás jegyében. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében az önkormányzat által működtetett intézményekben vezették be az intézkedéseket. 2 olyan intézkedés volt, ami szerintem számottevő vagy érdemes róla beszélni. Az egyik az a művelődési házunk. A bezárása, ha fogalmazhatok így, illetve a minimális temperálása. Nem nagyon volt kihasználva ez a felületünk, és azt gondoltuk, megnézve nyilván a fűtésköltségeket, hogy itt tudunk talán a legnagyobbat megtakarítani. Az olyan rendezvényeket, melyeket a művelődési házban szoktak tartani, ezúttal a könyvtár épületébe szervezik. A másik fontos intézkedési csomag a hivatali munkát érinti. Az önkormányzat külső épületeit is bezárták, az ott dolgozó kollégák pedig a városházán belül rendezkedtek.
tértek be. Siklós egyik szintén nagy fogyasztója még a vár, így ezen a területen is fontos változások léptek életbe. A hétfői napokon nincs nyitva a vár, és természetesen a fűtéssel és a villamos energiával is megpróbálnak takarékoskodni, mindazonáltal, hogy egy téli időszámításra, illetve téli üzemmódra való átállás az azt is vonza magával, hogy kevesebb létszámmal kell megoldani, mint a várnak a működtetését, mint a csúcs turisztikai szezonba. Ezért ott a kollégák nem lettek elengedve, viszont az óraszámok visszalettek véve. Mindezek mellett a közvilágítás is egy fontos kérdés, ami a leginkább érinti a lakosokat. A polgármester elmondta, hogy nincs semmi olyan intézkedés, ami korlátozná az utcák kivilágítását. Riga Gábor ezt azzal indokolta, hogy a lekötött szerződések 2023 végéig szólnak, így amíg megmarad az árszint, addig ezen a területen nem kell számítani korlátozásokra. Végül mutatjuk újra, röviden, Tolna megye legfontosabb híreit. Minden szentek és halottak napja, Fényárban úsznak Tolna megye temetőin. Őrtűzgyújtás, Székelyföld autonómiájáért gyújtak a lángok. 35 éve őrzik a hagyományokat, évtizedes sikereket ünnepeltek a bonyhádi táncosok. Évforduló, 25 év az idegen nyelv tanításáért. Szerdán nagyobb részt erősen felhős vagy borongos időre számíthatunk. Az ország középső sávjában mérsékelt, néha kissé élénk északnyugati szél fúj majd, másutt gyenge lesz a légmozgás. Éjszaka eleinte borongos idő várható, néha kisebb esővel, majd vékonyodik, felszakadozhat a felhőzet, kötfoltok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességgel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!